kicsit azért ne ugorjunk ennyire gyorsan így túl ezen, hogy, hogy váltottál, mert azt gondolom, hogy ehhez egy nagyon komoly döntés és bátorság kell. Hogy ugye te is mondtad, hogy több évig csináltál valamit, igen, amiben azért benne volt a szíved, lelked, mert láttam, amikor csináltad, és azért ezt nem lehet eljátszani, és abból utána váltani, ez azért egy kemény dió, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogy sikerült, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez nem, tehát hogy nem élted-e meg úgy egy picit, mintha ez egy ilyen szerelmi csalódás lett volna. Pontosan el volt, mint a szerelmi csalódás, és megmondom őszintén, ugye most akkor két választ adok. Egyrészt egyedül nem tudtam volna ezt megcsinálni. Tudom, hogy te hangsúlyod azon annak a fontosságát, és egyetértek veled, hogy oké, hogy az ember mindenre képes önmagában, meg bennünk van a belső hajtóerő, a belső képességek tárháza, végtelen tárháza, de valamikor fontos, hogy legyenek külső szemlélő. És nekem van egy barátom, mentorom, tanítom, nevén is nevezem, Rezovai Gábor, aki rámutatott arra, hogy nem az vagyok, akinek mutatom magam. Uh-huh. Ez nagyon fájdalmas volt. Ez konkrétan olyan volt, mint aki csípcsontúrnak, vagy a férfiakat máshol nem túl kámeles módon megrúgják, de hogyha nem vagy őszinte magadhoz, akkor fontos, hogy a másik legyen őszinte hozzád. Uh-huh. Ezt még sosem mondtam így ki, de ebben szerintem van igazság, mert én nem mertem őszinte lenni magamhoz teljesen. Hangsúlyozom, a mesetaxi az majdnem az volt, amit kerestem. De nem teljesen. És az, amikor van egy jó ízű étel, de nem sózod meg, akármilyen jól néz ki, akármennyire is guszta, de az a kis só mennyit tud hozzátenni az ízében. És belőlem hiányzott akkor valami. Az embereknek a többsége, ha megnézzük, akkor ha 20-30-40% a 40 az már nagyon sok, tehát hogyha ilyen max 40%-osnak érzik azt, amit most csinálnak, akkor sem mernek váltani. Mert ugye rettegnek attól, hogy úristen, mi van, hogyha nem találnak még ilyet se, mint ez. Tehát arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy te úgy, hogy azért valójában közel 100% volt ugye az, amit csináltál, igen, honnan jött az a bátorság, vagy az az erő, hogy mégis hittél abban, hogy ennél még jobb lesz? Nem elégszem meg a majdnemben. Csak az igennel elégszem meg. Ezt hívhatjuk tökéletesség mániának, maximalizmusnak. De inkább a majdnem az nem. A majdnem az nem. Én kíváncsi vagyok teljes mértékben magamra, hogy mire vagyok képes. És nyilván van, amikor ez kockázatosnak tűnik, félelmetesnek tűnik, iszonyatosnak tűnik, főleg most, amikor irracionális, hogy valaki most kezd el más csinálni. És az eredmények azt mutatják, hogy én még sose voltam ilyen sikeres mesetaxis időmben, mint most. Sokkal nagyobb az érdeklődés. Sőt, észrevettem a visszajelzésében korábban, voltak tapsok meg de jó, amit csinálsz, de azok inkább kedveskedések voltak. Most többen rám írtak maguktól, fölhívtak telefonon, hogy mi történt veled, hogy annyira letisztultál, meg leegyszerűsítél.